Szeretettel köszöntöm a Sportás ma esti adásának kedves nézőit, és külön szeretettel, hát egy legendát, nem is tudom, szóval igazából nem tudom szavakba önteni, mert ehhez van közöm. Én nagyon szerettem a pingpongot mindig, a futball után azt szerettem a legjobban, vagy talán a pólót még. Szóval Klampár Tibort, aki hát az asztali tenisz, nem is tudom, élő legendája. Szia Tibi! Szerbusz! Köszönöm, hogy eljöttél. Hát először is ugye, és a szomszédból jöttél át. Hát azért azt ne, mert hogy angyalföldi lakos vagy, igaz? Hát jó, későn tudtad, meg már 30 éve itt a Futár utcában lakok. Hát igen, hát ide költöztem, vettem új lakást, újonnan vettem, és hát szegény feleségem meghalt pont 10 évvel ezelőtt, tehát egyedül lakok most. Hát itt lakom a közelben, de eljött az ideje ennek is, igaz? Igen, ráeszméltem. Hát lassan. Jó, hát ez nem volt a valóban, nem jól mondott, hogy nem tudtam. És ha már itt tartunk, hogy akkor hát 30 év angyalföld, tehát mesélj valamit angyal. Mi a közöd, tehát mi neked angyalföld? Hát igazán nincs sok köz, én a 7. kerületi voltam. Nem úgy értem, hát azért van valami közöd. Hát, csak, igen. Hát most már van természetes, de előtte 30 évvel egy 5 évig Újpesten laktam, Munkásotthon utcába, utána átköltöztem ide, mert ez nagyobb lakás, vettem egy örök lakást. Hát nagyon jól érzem magam, nagyon kellemes, zöldövezet, csöndes, figyelni kell a fenti lakóra néha, szegény két gyereke van, de már szóltam kétszer, hát nem néznek rám jó szemmel, de rendesek, mert majd kicsik a gyerekek aránylag, de ugrálnak néha, és az meg megzavar. Nagyon tud, hát az idegeim azért meg lettek tépázva. Ugrálok egy kicsit, meglettek tépázva, pedig itt aztán egy parádés karrier van, amely, olyan karrier, amelyről most ugye ez a legújabb újság, hogy hát film, játékfilmmel leszel megörökítve. Hála Isten, igen, hát nagyon örülök ennek, meg nagy megtiszteltetés, nagy meglepetés, de tényleg az életem az egy nyílt könyv. Az egy annyi, én mondtam, mert voltunk az íróval, vagyis aki a, mert könyvet is írtak róla, hát azt nem mondta 5 éve. Igen. Azzal voltunk az egyik Sport TV-be, TV1-be, és mondta, hogy szerinte egy 4-5 órás film beleférne, annyi sztori van, meg hát annyi tényleg, annyi igazság, talanság történt vele, amit én túléltem, tehát... Hát engem... mondjuk ott kezdődik talán, azt hiszem, jól mondom, hogy eltanácsoltak? Először azt mondták, hogy nem vagy elég tehetséges a pingponghoz? Hát igen, mert 4-en vagyunk testvérek, 2 nővérem NB1-es szinten pingpongozott, azok idősebbek 6-7 évvel, a bátyám 8-al, és eltanácsoltak a Vörös Meteorba, a Hernád utcai iskolából, ott volt a termünk, meg nekem az iskolám is, és azt mondta az a sasszemű hölgy, úgy hívom azóta, hogy van jó a megfigyelése, hogy 8 hónap múlva kirúgott, hála Istennek. Hát igen, és úgy kerültem a postásba. Úgy kerültem, ott megindult a nagy üzem. Hát iskolába ritkán jártam, a rendőrség az jött szorgalmasan ki hozzánk, tehát ezek óriási volt. Én már intézetbe akartak vinni, de nem tudtak elvinni, mert már 11 éves koromban nagyon jó pingpongoztam, 8 évesen kezdtem. 12-ben nyertem Serdül Európa-bajnokságot Szombathelyen. Már ott lehetett látni, hogy valami megcsillan, de hát az nem végleges, mert sokan nyertek itt magyarok ifi Európa-bajnokságot, és nem vitték semmire, sajnos. És nem verték a kínaiakat később. Nem kínaiakat, Európát se. Igen. Hát és Klampár Tibor, meg egyáltalán az a generáció, igen, amelynek... Igen. Egyik vezér alakja voltál, nem is tudom, mert ugye mondjuk nehéz különbséget tenni a jó gyere és köztettet, mondjuk de minden esetre hát a szuper, azt hiszem, hát az, hogy egy VB-n mondjuk, csak hogy kétszer megverni a kínaiakat. Ja, úgyhogy 3-at nyertek összesen, 10-3-ra kaptak ki össze. Ugye 5-1-5-2, ha jól emlékszem. 5-2-5-1. 5-2-5-1, 10-3. Mondtam, igen, a kínai edzőnek, lenne harmadik, mert csak 5-0. És akkor mutatta, hogy hülye vagy. De hát jó, ilyen jól jött ki az egész, tehát. Hát igen, a Jónyer Pistával együtt hamar befutottunk, mondjuk a Pista 3 éve idősebb, mint én. És 71-ben már Nagoyában, én még 18 éves lettem 3 hét múlva, akkor nyertünk világbajnokságot párosban.
ott egyéniben 8 között, 4-szer voltam 8 között, nem sikerült bejutni. Talán... Hát nem fáj neked? Annyira nem, de hát mert hogy mindent megnyertél tulajdonképpen. Simán nyerhettem volna, nem egy VB-t egyéniben csak. És miért annyira, mert azért, mert annyira megelégettem mindig a csapat, meg a páros általában előrébb volt. És amikor én benn voltam valamiben, akkor hát az egyéni szinte föladtam, de úgyhogy megadtam magam, elfáradtam, nem volt... Nem volt olyan tét, ha megnyerted hát a csapatot. Egyébként a csapatot nagyobbra értékelték az tudom, emberek, tudom, igaz? Sokkal nagyobbra, sokkal. Tehát, hát, jó, hát az, hogy megvered Kínát kétszer, 10-3-ra összesen, hát az hihetetlen. Az olyan, mint Brazíliát megveri a futballba 5-0-5-0-ra körül. Van. Nem, hát megvernéd 5-1-re, meg 5-0-ra, vagy így, egyre jobban. Tehát ez érdekes dolog, amit mondasz, hogy... Hogy hát azért velem, az a baj... Azt akarom mondani, Tibi, hogy nem csodálom, hogy nem volt hajt. Tehát egy ilyen siker után mit akarsz? Hát, mert a Mennyországban voltál. Ha bátyám velem van, az belehajtott volna egyébként. Az egyénibe is? Egyénibe is, addig üszkölt volna. De egyébként neked is a csapat fontosabb lett? Tehát ha választhattál volna, hogy a csapatot nyersz, vagy egyénit, mit választ? Természetesen csapat, mindenek felett. Hát föladtam, hát minden VB-n én voltam a legjobb a csapatban, úgyhogy... Az egész világon én veszettem egyet, meg kettőt, meg ilyenek. Tehát az összes játszottam 20 meg 24 meccset. Például ázsiaiak ellen, amikor megnyertük 79-ben, 8 ázsiai, 8-0 ide. Már úgy féltek, már Pali odajött, így remegett a keze. Tehát, mi volt a titok? Mert hogy ezek úgy titok, játszanak, mint a brazilok. A titok, akkor is úgy játszottak, az, igaz? Így van. Az volt, hogy én gyorsabban játszottam náluk. Még gyorsabban. Náluk is? Még sokkal gyorsabban. De olyan volt nekem, csak mondom, mindig a bátyám máshoz hasonlított, mert valaki szemtelenkedett, hogy hú, a Tibit megvertem egyszer, de én nyertem 25-ször. Akkor azt mondja, figyelj, ez olyan, mint a Ferrari meg a Warburg vagy a Trabant, öreg. És akkor én mindig kocsihoz hasonlítom. Hát én voltam, csak mondom, Ferrari, ők voltak egy középszintű Mercedesek. Hát azért van egy kis 100 kilométer különbség. Szerinted az teljesen, tehát hogy mondjam, tehát akkor az nem egy, hát nyilván nem lehet véletlenül 5-2-5-1-re nyerni. Nem. Tehát nem 5-4 volt. Nem, ez azért jó, hogy kétszer nyertünk, mert ez nem véletlen. Nem véle. Hát ha játszunk háromszor vagy négyszer, szerintem mind a négyszer megverjük őket. De most az a te előre is tudtátok? Nem, vagy pedig, mert hogy a kínaiaktól rohadtul fél mindenki. Már érett ez a dolog. Igen? Már, amikor hát én el voltam tiltva 75-be, akkor megnyertük, volna. Utána 77-be égtünk, azt hiszem kikaptunk a japánoktól. És miért voltál eltiltva? Hát mindig a balhéknál. Mindig én is csináltam, de a bátyám volt a fő igazgató, mert... Ez egy klampát nem vitték el a világbajnokságra. Többször, mondom, 3 VB-t kihagytam. 3 világbajnokságon. Nem. Igen, de 75 és Európa ugye az... bajnokságon se voltam, vagy 2-3-at. Miközben nyertél 3-at? 2-t. Ja, 3-at, igazad van. Nem, 2 világbajnokság, 3 Európa. És akkor hogy van az, hogy csak mondom, hogy volt olyan kínai-magyar döntő, amit elvesztettetek csapatba? Ja, utána, igen. 79, hát 81-ben már hoztak, igen, egy új csapatot. És az jobb volt, mint ti? Hát mi már úgy kezdtünk, én még nem kezdtem kimenni, mert csak hoztak olyan kellemetlenkedőt, hogy egyik oldala más gumi volt, és erre nem tudtunk úgy rákészülni. Másként jött a labda? Teljesen más. Az egyik antitopszpi, a másik sima gumi. És ez meglepő? Hát meglepő. Mit tudom, szervát, nem, és elütötted a vakvilágba? Nem, hanem hogy egyszínű volt a soft. Ja, és forgatta az ütőt. Ja, és nem láttad, nem láttam, mert a labda így volt, az ütőjét alul beforgatta, összecsapta szinte, és nem lehetett, hogy üres, a labdát kellett figyelni, képzeld, milyen szemnek kell lenni, hogy felirat, ha jönsz feléd, akkor az látod, hogy üres, tolva van, vagy ha nem látod, akkor még ráfázhatsz, mert másik oldalán van, vagy olyan gyorsan pörög, csak oldalt, tehát onnan meg nem látod. Néztem a 79-es újságokat. Hát jó, persze, benne voltatok, de olyan óriási felhajtás, mint ha a világ legtermészetesebb dolga lett volna. Hogy... Előre is elmondom, a juttalom az óriási volt. Hát akkor volt 80 ezer forint egy zsiguli, 80 ezer, erre adtak 12 500 forint juttalmat fejenként.
Tehát azon egy biciklit. Igen, azon egy biciklit. És úgy, hogy a párosban is döntőt játszottál azon, amivel... Párosban döntőt, ott döntőben a Surbeck Sztipáncs is. Az jó páros volt. Nagyon jó, de ezt szúrtuk, mert a Pista mondja, hogy ő hibája, mert előzőre a reggel játszottunk kínai párral, úgy játszottam, hogy ő mondja, egyedül megvertem őket. És úgy, mert akkor volt már rég az a ragasztás, amit én kitaláltam, gumi oldat. Ja, igen. És mondja, hagyd így az ütőd, és mert a 4-5 óra múlva volt a döntő. És hát természetesen kiszáradt. Még volt benne, de már engedett le. Volt olyan 30-40 százalékos az ütő. És mondom, Pista, át kell, ne hagyd, nehogy hozzányúj, nehogy. És utána elismerte, azóta is mondja, ő hibája. Meg egyszer vesztettünk miatta is. Különben. A Pista, hát a Johansson Bengtsson ellen. Igen. Jugóba. Igen. Hol volt? Szarajevo? Az. Vagy Újvidéken. Nem Újvidéken a döntő volt, hanem igen. Szarajevóba volt igen. Az. És képzeld ott meg... De a svéd, igen. Bengtsson Johansson. Cseh Johansson. Hát, de azért várjál. Hagyj mondjak valamit a nézőnek. Tehát aki nem tudná. Tehát ez a Surbeck. Ez pingpong cirkuszban volt benne a Birosóval. Tehát olyan... Mert összekevered ez a... Hogy is hívják? A francia. A Birosó. Szekretenbirosó. Szekretenbirosó. De igen, de a Surbeck is benne volt a cirkusz. Surbeck is csinálta. A ilyen kis osztalója. Igen. Tehát ez egy ilyen labda zsonglőr volt, ugye? Nem, inkább nem. A Surbeck az bemutatót nagyon jót játszott, igen. De rendes asztal. Az a Birosó, vagy a Szekreten volt a zseni. Igen. Ilyen kis asztalon, meg ekkorán, tehát... Borzalmas volt az. Na, szóval, és a Bengtsson Johansson, a Cseh Johansson, az is egy zseni igen, volt, és a Bengtsson is zseni volt. Döntőszett 19-re, de igen. Úgy, hogy döntő előtt ellopták a Pista ütőjét, ami szerintem, ahogy Gergely is mondja, nem igaz, elfaragta. Mert igen. A Pista tudni kell, állandóan faragta a nyelét. Mert mindig elment neki a fogását, a kéz az bedagad, az ujjak bedagadnak, akkor elkezdte faragni. Mit, hogyha sokat játszott? Sokat, így van. És fogta, túl izélte. Hát túl, a végig már alig fogott valamit. Erre elkérte a Gergely ütőjét, abba is belefaragott, meg tett rá végig egy ilyen bunkot, mert ilyen hosszú nyele volt ő neki. A Gergely állítólag azzal az ütővel nem is játszott többet. Ja, mert nem tudott játszani. Nem tudott, az egészet át kell túl mindent cserélni, ezt ő mondja mondjuk. De ez nagyon, és de így is... De azt akartam mondani, hogy a Bengtsson Johansson vagy a Surbeck Sztipáncsistól kikapni, még a döntőbe se volt szégyen, hát ezek zseniális párok. Hát ezek világklasszisok voltak. Igen. A Bengtsson egyéni, 71-ben egyénibe nyert. Johansson is... Az olyan gyorsan játszott, emlékszem. Hát inkább a tenyeresse balkezes volt, a lába volt nagyon jó, a fonákja luk volt, én ott megveregettem. Igen? Luk volt, tetszik? Hát úgy hívják luk, hogy ott volt a hiba. Mint igen. A Van Damme filmben, amikor a oroszlán szívbe verekszik, láttad. Igen. És mutatta az a coffos, hogy itt, amikor sebes volt. Sok filmet nézem. Ajja, imádom a filmeket. Majd a saját filmedet majd. Hát, az még odébb. Már sem. Megy a beszélgetés nem, az előzetes most róla? Írják a forgatókönyvet. De hát mi alapján? Nem veled kész? A könyv alapján. Ja, a könyv alapján. De hát velem is beszéltek már igen. Kétszer, a bátyámmal kétszer. Na és de... mesélj már, milyen érzés? Hát azért nagyon a... nagy érzés. Két pláne... órás, vagy mit tudom, játékfilm, mozifilm lesz. Bátyám ilyenben nagyon jó, azt mondja, hogy elértük azt, hogy a Puskás öcsi előtt csinálnak rólad filmet. És az egy nagy szó, mert a foci nálunk az egyes, a foci a kettes, és a foci a hármas. Igen, de hát akkor is, hát amit bent te voltál a pingpongban, hát zsenik voltatok. Nem, hát mi voltunk az aranycsapat, én úgy hívom. Ők nem voltak arany, hiába nézik. Nagyon nem. Nagyok voltak a Puskásék, de nem aranycsapat. Nem. Hát aranycsapat, mert ugye hát Helsinki-ben, na, de olimpia. Nem tudtak világbajnok. Ja, hát az olimpia az egy ruppót nem ért fociba. Igen, ez így teniszbe van. Se ért régen semmi. Hát pontosabban nem ért annyit, mert ugye a döntőt mondjuk a jugoszlávokkal az ácsapat, ugye a béketábor az ácsapattal játszott, de természetesen a brazilok, a németek, meg az olaszok ilyen utánpótlás csapattal játszottak. Ők nem állítottak, egy vagy két jót tettek. Mit tudom én, a 72-es olimpián ugye a Szovjetunió, még a Lobanovszki csapat az világszám volt. Jó, hát ők így. Igen, meg a lengyel, de a többi nem. Ebben igazad van, hát a futballban az olimpia, az nálunk nagy dolog, ugye háromszor olimpiai bajnok. Kap életjáradékot, azért nagy dolog. Hát igen. Amiről én lecsúsztam. Na jó, abból két csapat B-válogatott volt gyakorlatilag, ugye, amelyik nyert, mert a 64-68. Az gyönyörű, bár én kaptam.
Én lettem az első olimpián 88-ba, bejutottam a négy közé, és le kellett játszani. Hány éves voltál? 35, én voltam a legidősebb. Csak az a nézők miatt kérdeztem. És nem adták meg a harmadik helyet, tehát így kapom a nyugdíjat. Szegény, 35 évesen negyedik lett a... Mert ugye a pingpong nem volt olimpiai sportág, azt mondjuk. De már 35-nél már nem vagy csikó, tehát... Hát, ott már kicsit mész. Arról beszélek, ott még jó játszott, de 42-ben már... olimpiai sportág, mondjuk a pingpong, vagy 76-ban. Hát az, na ezt mondom mindenhol, meg annyit mondok, csak aki nem ért hozzá, mert nem értenek az emberek a világbajnokságot, sokkal nehezebb nyerni. Miért? Mert ott 8 kínai indulhat. Olimpián 2, hát akkor melyiket nehezebb nyerni? De és a... Ilyen, már nem emlékszem arra, de voltatok ilyen kínai túrán is? Tehát, voltunk. És mi volt? Hát akkor már kifele mentem, én nyertem minden, 2 meccset játszottunk, 2-2 játszottam, 1 megnyertem, de akkor már frissebb gyerekekkel, nem a jó Nyer Gergely. Ünnepeltek benneteket ott kint? Engem igazán ünnepelt, én félisten vagyok Kínából, állítok a legnagyobb teremben ki vagyok egy nagy plakáton rakva, és tehát tisztelik, ezek azért azt elmondom, tisztelik a régieket, akik megverték őket. Ha jól olvastam, 45-ször vagy magyar bajnok, ez igaz? Biztos, nem. Én nem is tudom. De... Most kérdeztem, hogy jó nyert, azt mondja, nem vagy annyi, 28 vagy, én meg 34. Mondom, Pista, jó, de én tudom, hogy egyéniben sokkal többet nyertem, mint te. Mert igazán nem tudom, hogy a csapatot beleszámítják-e, tehát... Szerintem a 45-ben benne van. Akkor 45-ben abban biztos, hogy benne van. De Pista egyből megválaszolta. Mondom, jó van, épp van a szerdömök. Egyébként ti, hogy mondjam, hát nem is annyi riválisok voltatok, mint a magyar bajnokság, de hát inkább voltatok barátok, mint rivális. Persze, én nem szólok. Nem szólok engem a... Nem, mert most komolyan mondom, hogy ti olyan jóba vagytok, hogy miközben hát azért mondtam én a magyar bajnokságon csak mégis elmondok, egymásra nem kell játszani. Elmondok egy jó, azt egy Szeldömökön a polgármester a főnökünk. Állj meg, hát ott máig edző vagy, ugye? Igen, és mindig zrikál engem, és olyan kellemetlen, mert ott volt a Jónyer a VB-n, együtt állunk, oda jön, azt mondja, ő ám a 4-szeres világbajnok, te csak 2-szeres, és akkor mondom, Laci, hát de... Én több versenyt nyertem, többet, mint ők ketten, és akkor én ilyenkor fölmegy a pumpa, nem bírom idegileg, és akkor mondtam, utána kitalált, Laci, de én sokkal többet nyertem, Laci. Vedd már, és akkor mondtam, te szerinted melyik nagyobb polgármester, te vagy a tarlós, és elfogt és elrohadt. Ilyenkor meg kellett bántani, mert... De emlékszem, a Pistáról mindig azt írták, hogy az a kifli, igen. Ugye, hogy az a megbolondította... Egy oldalról behúz, de az nagyon nehéz. De én... Milyen volt fogadni? Azt nem lehetett, az már mert poén közben volt. Tudom. Ment a poén, ott kihúzták. Na jó, és... de amikor átütötte, akkor te... Én tudtam, mert megdobtam egyenesbe, tehát nem tudom, nekem ez egy... De én olyat is pörgettem sokat, én többet, mint ő, de mindegy, hogy oldalt gurult végig a labda, tehát gurul. De az a jó, ha pattog, 3-at alattalom már igazán, de a bíró meg nem tudja, mert nem ért hozzá. Tehát ilyenek voltak. Nem, ő találta ki, mert hosszan fogja az ütőt, tényleg ezt a kiflipörit, de... Mikor láttad először, mit szóltál? Semmi, hát figyelj, azonnal reagáltam én. Hát ezt figyelj, amikor már negyedszer, harmadszor jött egy ilyen, de nem tudta akkor csinálni, csak akkor, ha oda kitetted neki. Hát persze, mert le kell, lentről kellett. Igen, meg a hálót meg kell, hogy kerülje. Igen. Tehát nem. Nagy mozdulat kellett hozzá. Nem arra nagy, de még mondom, onnan még vissza lehetett dobni oda. Hát nem sokszor adtál neki olyan labdát egyébként. Meg nem érte el, tehát az... Hát persze. Én gyorsan játszom. Röviden és mindig gyorsan. Kérdezik, ilyen riportokba megyünk tévéhez, hogy hármatok közt ki nyert, és mondják, hát a Tibi az egyes simán. Egyszer tudtuk megverni. Azt mondja, a Gergely megmondja, én a második. Pista meg is. Pista felháborodik. Azt mondja, csak drukkoltam, hogy VB-n ne játszak a két magyarral. Na most mondok meg, jó, hát persze. Mondok valamit, szerintem pályafutásod legkeservesebb meccsét fogom felidézni, Birmingham. 20-11. Hát nem az enyém volt, az páros volt. Hát úgy értem. Nem, egyedül vesztett. Igen, jó, rendben van. Felesbe. Hát persze, Pistával. Na jó, hát igen. 20-11 a kínaiak ellen. Hát az 8 között, ha jól emlékszem. Na igen, 4 közé jutás. Között. Meg is nyertük volna azt a páros. 20-11. Na és? Hogy lehet kikapni 20-11-re? Ugye úgy lehet, hogy játszottunk, és ütöttek el akarta a kínai 20-12-3-nál
tiszta erőből belevágott oldalról, ez a, ahogy a Pista oldalról pörget, ő oldalról tiszta erőből is gurult az asztalon. Tehát ő, ez egy véletlen volt ő neki. 20-14 lett, 20-16, csináltak egy-két netszet, még mindig 20-16, 20-17, én mondom, Pista meleg, gáz van. Szóval tudom. Mondtad? Én mondtam, mondom, gáz van. Hát de elvesztettünk, miért? Hát 6 poént vesztettünk. Na, rendben van, de még akkor is volt 3. Volt, erre mit ad Isten, lett 20-20. Erre utána... Ki vezetett 21-re? Még mi vezettünk. Tényleg? Tehát nem előbb csináltuk meg a poént, hanem amikor 20-20 lett. Na, mert ha előbb csináljuk... 21-20 volt ide? Igen, és utána kikaptunk. Azt mondd meg, két poénnak kell hogy amikor kikaptál azt az érzést. Ami amikor dobáltad az ütőt? Hát nem dobáltam, nem, semmi. Én nagyon oda mentél gratulálni? Igen, hát én nagyon jól tudok kontrollálni, én sokat... Hát, hogy na de 20-11-ről ritkán kapták ki. Egyszer életben. Hát most az egyszer van egy életben. Ez el is mesélem, és én ezt nem és szégyellem. És azt nem is tartod olyan, tehát hogy is mondjam, én azt hittem, hogy megőrülsz, ha felidézem, de nem? Nem. Van ilyen az. Ez van. És mi volt itthon? Egyszer... Hát a fegyelmi eljár, vagy mit tudom mi volt, fegyelmi eljár. Nem volt úgy balhért, csak... Ja, rosszul szerepeltünk, hogy csapaton harmadikok leptünk. Rosszul szerepeltünk. Rosszul, bár most szerepelt. Nem, egy 8 között rosszul. Lenne a csapat, vagy 8. És mert előtte mondom, és utána nyertük meg 79-ben, 77-ben volt Birmingham. És a Hámori Tibor, az újságíró, azt írta, úgy volt Népsport, és föléje az, hogy pingpong helyett King Kong, mert közben én elvittem a csapat. Hát azt tördöveted, hát jó, voltam hát a hibás. Itt megint eltiltottak. Hát az volt a balhé, hogy azt mondtátok, az hogy a... Én mondom, hogy ki volt írva, hát ja, az a szóra, a... nem mentetek ki a döntőre. Nem, mert azt lekéstük, mondták. Mert a film 3 órás, az út oda-vissza 2 óra volt, hát, és visszajöttünk, és zárva a volt néző, a terem. Ugye, elmesélem, jó? Jó. Csak annyi, hogy ugye balhé lett, hogy nem mentetek ki a döntőre. Erről én azt gondoltam egyébként magamban, majd te reflektálsz, hogy azért nem, mert hát halál, ekkora volt a fejetek, nem. Hogy a 11. És akkor ugye az volt a duma, hogy a, hát ki volt írva, hogy eltévesztettük, hogy King Kong. Nem, az volt, hogy bejött ez a King Kong, és imádom a ilyen filmeket. Eltévesztettük. Nem, és elmentünk, én mondtam, hogy én megyek moziba, és mondta a Gergely, hogy ők is jönnek be egy taxiba, ment vagy 50 perc, 1 órát a tavú, mondom már át. A film meg 2 óra 50 perces volt. Hát jöttünk vissza, megint 1 órás út volt, jövünk, be volt zárva a terem, mondom, újt óriási bot. Hát persze, utána még kikaptunk. És akkor Tibi kiszínezte nyilván, ezek szemerő azt mondta, hogy pingpong. Jó volt, hát jó kellett. Neki tetszett, nekem is tetszett. Nekem is tetszett, hát ha én tudósítok. Persze, nagyon jó pofa volt. És milyen volt a film? Óriási volt, tetszett? Amikor jött az óriási hát majd. Hát végén én megkönnyeztem, amikor lelövik. Tehát... Na jó, szóval, hogy akkor én milyen hatással volt rá? Nagyon tetszett. Utána... Szóval a lényeg az, hogy nem azért nem mentetek ki, én úgy tudtam, hogy azért, mert ekkora volt a búrátok. Nem, utána föl is vetettem itt kazettára. Ja, volt, úgy. Nem, volt... hogy a pingpongra nem azért mentetek, nem mentetek ki. Nem, de azért. Az hittem. Ja, jó. És erre fölvetettem, és erre mondták, most lesz időd megnézni, eltiltottak. Hát óriási bal. Na mondom, hogy balhé volt. Volt. És még kikaptunk utána 20-11-re. Mert a Tibi nyilván nem miatt, hogy az, hogy szórakoztok velük, hogy a pingpong eltévesztettük. Nem. Szó sem volt ilyenről. Egyszer... De látod, már így maradt föl. Így mondják az emberek. Egyszer eltévedtem Londonba. Jónyernek rájött a vécézés, leszállt a metron, reggel értem haza 17:30-kor. Addig kiszállt, már megállt a metró, és volt egy telefon, még mindig Angliában lennék. Hívtam egy magyar számot reggel 4 órakor, ott áll, nem ment a metró, és elködve eljöttem 40 mérföldet legalább. És erre mondja, te mondom, mit takar itt egy néger? Azt mondja, nem mondta, hogy néger, mert agyonver. És oda hívtam, mutattam, és mondta, rakjon be egy taxiba, és akkor megadta a címet. Ilyen, még mindig kín lennék Londonba. De azt akartam mondani, hogy ha 53-as vagy, igaz? Igen. 66 éves vagy. Hát igen, sajnos már. Még játszol? Persze. Hát játszom, szeretek is játszani, de már olyan annyi sérülésem van, hogy most már nagyon gondolkodom, hogy abba hagyom, mert... És nyersz? Nyerek. Majd, hát majd megversz, hogyha ilyen hülye kérdés. Nem, mert gyenge osztály, már Budapest 2-be játszom, de van, egy, van azért egy páron, persze figyelni kell. 5 év alatt egyet vesztettem. Te, tehát. És a 11-est megszoktad már? Meg, jó nekem, mert hamar ledarálom őket aztán. Mármint, hogy 11... Negyed óra alatt kivégzem. Én arra megyek, minél előbb leüljek, az pihenjek. Tehát.
Azért jó nekem ez a 11. Hány meccset kell játszani? Sokat. Egy fél év alatt 15 csapat ellen játszunk. A következő másikban 15. De ha nem játszanál, megőrülni. Hát imádok pimpa. Ma is edzettem a unokám úgy, hogy fáj a derekam. És mit csinálsz? A unokádnak feladod? Nem, gyakorolunk. Mondom, hogy ő... Hát meg gondolom, nem ütöd meg rendesen, nem, hát akkor nem adja vissza reggelit. Nem ütöm meg, nem adok olyan farsokot. Azért néha főpörgetem a sebességet, de nem, de hát így kell tanítani. Hát nem jön át kétszer a labda, hát most. De már jól játszik, későn kezdett, 10 éves, 2,5 éve játszik, ahhoz képest... Hát elég jó tanára van. Hát most kezdtem igazán egy fél éve, egy éve, úgyhogy heti kétszer edzeni vele. És van benne? Hát nem lesz nagyapja sajnos, az ritka. Azt mondják, most nem beképzeltséget, Gergely is, meg mindenki, hogy 100 évente születik egy ilyen. Hát ilyen csapat valószínűleg. Hát, bár nem tudom, a Sidójék, az nem 100 év. Más. Mindig mondtam a Sidónak, hogy Feri bár, amikor maga játszott, 4 szögletes volt a labda, és akkor kergetett. Rendben van, jó, de ezt szokták mondani a Peléjékre is, de ezt nem hiszem el. Nem, ők ugyanúgy tudnának focizni, mint most a, mit tudom én, a... De a Sidójék nem tudnának pingpongozni? Nem, olyan testtel nem tudna úgy, mert nagy darab ember volt. Kicsit kövér. Hát a Sidó és a Klampányónyer között volt óriási, egy óriási. Idő. 40 év. Igen. 40 év. Tehát nagy inte. Az kétség ki, hogy óriási szenzáció volt, amikor a világ legjobbjai lettetek. Tehát hát igen. És ha bekerültetek, de standard ott voltatok 10 évig a világ legjobbjai. Hát én 15-ig, 17-ig. Igen. Hát úgy volt, hogy 71-ben világban, és 88-ban szőtt, és 89-ben 8 között voltam a VB negyedik. Jó, rendben van, most azt mondom, hogy még döntőt 17. játszottatok, érted, de a 71 és 81-ben is döntő, az 10 év, a legszorosabb 82, év. Mert 82-ben Európa bajnokok voltunk. Most a VB-re mondtam a 81-et. Akkor itt volt az EB 82-ben. Itt volt, megnyertük. Nem tudom, hányat nyertünk, sokat nyertünk. Hú, sokat. Még a nőknél is nyertünk. Nem tudom, igazán a csapatot nyertük. A párosban második lett a Jónyer Gergely, nem is tudom miért ők indultak, nem értettem, de mindegy, én a Kristonnal. Egyéniben meg 2. helyünk volt, a Gergely meg én. És ki nyert nyolcadiket? A Appelgren. Appelgren és a Waldner lett a második. A, igen, elég gyenge azért a svéd. 2-0-ról verte meg, 16 éves volt a gyerek. Sajnos én tőle kaptam, ha megverem, akkor én nyerem az erdőt. Svédeknél volt egy folyamatosság, nálunk nem volt érdekes. Ugye, de kampa, volt, de hát volt. Ki volt utána? Utána nem, de nem. Jó, ez a Appelgren, Waldner, Appelgren, Persson, ez jobb csapat volt, mint a Johansson, Alzer. Meg a, akárki. Bengtson mondjuk. Bengtson az kicsit később. De az ennél talán a Johansson az nagyon jó játékos. Az nagyon jó volt, azzel is nagyon jó, csak valahogy nem volt, nem emlékszem, a harmadikuk nem volt jó. Nekik nem, se. Igen. Szála Isten, nekünk jött a Gabi. Jó, és ezek az volt a helyzet, hogy azt elevenen emlékszem, hogy olyan hírünk volt a világban, a pingpongban, hogy ide a világ legjobbjai évente eljöttek. Tehát itt láttam micsoda, Pesten. Hát itt jöttek az észak-koreaiak, a Kim Il-sung csapata. Itt izévet, és pont velük leptünk egy csoportba, és a Bercik abban okos volt, játszottunk. Bercik volt a kapitány, igen, ugye ő egyébként Bercik híres Zoli. Játékos is volt. 6-szoros Európa bajnok. Hát csak a nézőnek mondom. Igen, ő lett a kapitányunk. Neki azért nagy szerepe volt, nem? Hát olyan nagyon nagyot nem mondanék, mert ő 70-ben jött oda, és mi 71-ben világbajnok. Igen. 71-ben világbajnok. Ő volt már akkor, de nem őt miatta lettünk világbajnokok. Érte. Mi már úgy tudtunk pimpa. A Gergelynek... A Gergely hát, összenőtt vett, össze. Tehát hogy egy... Igen, tehát hogy a Bercik, Jónyer, Klampár, Gergely az egy tőről fakad. Vagy mert a Bercik játékosként nem volt, akárhányszor volt Európa, nem volt akkor... Igen. Ő melós volt, úgy nem, hívták. Igen, de nem csak azért, nem lett akkor a legenda, nem, mint a Klampár, Jónyer, de kapitánként legenda lett, nem? Nagyon, hát a világ legjobb csapata. Igen. Igen, Zoli elfogyasztott egy edzésen 6-7 embert. Azok összeestek, ő még nyomta. Tehát ilyenek voltak. Ő munkás volt. Nem volt ügyet. Nem szeretted, akkor nagyon sokat kell dolgozni. Én sokat dolgoztam gyerekkoromban, én 7-8 órát pingpongot. Igen. Persze, de amikor már megtanultam, akkor elég volt 4 is. Akkor már akkor bőven elég volt. Az európaiak közül ki volt szerinted a legjobb, akit láttál? Nem magyar mondjuk, aki... Waldner. Nálam mindenek felett. Zseni volt, hát ő minden nyert. Hát te is az voltál. Igen, neki én voltam a példaképe például. Az jó. Mindig azt nyilatkozta, mindenhol.
88-a kinyerte az olimpiát, ő? Nem, Kim Kitty, két koreai játszott akkor. Igen. Akkor már nem, ő előtte nyert szerintem. Jó, csak pingpongban nem vagyok. Volt egy ilyen, hogy az edzőjük, a svéd edző, a Waldner kicsi volt, 12-13 éves, de már látni lehetett, hogy ügyes. És kérdezte, hogy hogy tudok én nagyon jó lenni, és azt mondta az edző neki, mindig a klampárt figyeld. És ott tényleg ott ült, majdnem minden meccsemen ott kisgyerek volt, szüleivel, a Svédországból vertem a kínaiakat, egyénibe ott én nyertem a nemzetközit. Ott minden meccsemen így nézett, már akkor jól játszott, mert a csehszlovák Doracseket megverte, az meg marha jól játszott. Igen, egy ilyen nagy darab gyerek. Tudom, és ő meg egy kis... Ezeket én láttam, mondom. Hát emlékszem, hogy a sportcsarnok ki volt bővítve, hogy a játékcsarnokban volt, tehát két csarnokba mentek a selejtezők. Igen. De a selejtezőkben is, hát én néztem ezeket, a Szökretent, meg Schurbeck. Johansson. Azért tudom így. Nem, hát azok ezek, zsenik voltak. Hát mert jó, hogy a Klampárt láttam, meg a jó nyert. Douglas az angol, a Schurbeck, Stipancsics, Szekreten, mit tudom én ki volt, Birosú is jó Csel volt. Johansson. Az zsenik voltak ők. Igen, sok zseni volt. Sok zseni. Most nincs európai szinten, nincs, van 2-3. Igazán hát a Timo Bolt, mondom, meg hát a volt a Samsonov, az is már öreg. Hát az olyan, mint a Klampár. Hát igen, körülbelül, ja. Mert nagyon, hát nem tudom, nagyon kevés a marha jó, aki. Az a baj, hogy régen is azért a kínaiakat nem szorították meg olyan sokan. Tehát a Waldner idejében. Még a svédek se. Svédek úgy, ahogy megverték őket. Hát utána, de addig nem. Amíg ti nem törtetek át, addig nem. Addig nem verték. Pedig a Johansson az fantasztikus játékos volt. Csak egy kicsit egy stílű volt, jó fonák, nem bántott, nem pörgette a fonákot, csak kontrázta. Tudod mit, sokan szerettek volna úgy játszani, mint ő. Hát persze. Hát Tibikém. A műsoridő nagy úr, ezt hallgatnám egy ideig, pedig kézzel játsszák, és tudod jól én, azt nem vagy, de ezt imádom. Lehet napokig mesélni. Hát micsoda. Azt elmondom. 79-re kín voltam a repülőtérre, amikor hazajöttetek. És a Máté, nem emlékszel, de benn voltam, amikor vártatok a Bőröndre. Nem is volt olyan nagy felhajtás. Nem volt. Ugye? Kimentem, és egy kis kezdő újságíró a nagy sztárokhoz, és ezek meg örültek, hogy volt valaki, mert senki nem ment. Igen, és örültem, hogy meg már egyedül leszek már. Én nem szerettem a felhajtást. De a kint a váróban azért sokan voltak. Tudom, nem a újságírók, hanem az emberek. 71-ben, amikor megnyertük a párost, még azt elmegy Nagoyába, hazajöttem, akkor voltam 18. Annyian vártak, tele volt a váróterem, és tapsoltak meg. Én megmondom, a fater bátyám jött ki, mondom, menjünk gyorsan, mert nem szeretem a tömeget. Ez millió van, autogram, meg ölelgettek, puszívat. Jól esett, fantasztikus, de szeretem, azért inkább WC-re is kocsival megyek, mint buszon, mert nem szeretem a tömeget, tehát nem bírom, nem. Hát Klampár Tibort hallották, hallgattam volna még sokáig az asztali tenisz örök legendáját. Hát nyugodtan mondhatom, hogy géniuszát. Köszönöm szépen, hogy eljöttél. Én is köszönöm. Nagyon meg vagyok tisztelve, ha nem is tudtam, hogy a Futár utcában 30 éve. Ezt Tóth Józsi úrnak köszönhetem igazán, hogy segített. Már a polgármesternek? A polgármester úrnak, igen. Hát akkor innen köszönjük. És köszönöm szépen még egyszer. Én meg azt, hogy eljöttél, és a nézőknek a figyelmet, és akkor, ha jól tudom, akkor erre a fél évre bezárunk, és akkor a nyári szünet után találkozunk ismét. Még egyszer köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!